A Szélmalmi Fogadóház udvarán a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 17 tagja tartott bemutatót a Hungarikum birkapörkölt készítéséről. Ezen a napon a karcagi talpas íjászok bemutatója is színesítette a programot, a gyerekeknek volt csillámtetkó készítés és ügyességi játék is. Nyilván ez a nap kiemelten a birkafőzésről szól, mégis számos hagyományőrző programja van a főzésnek, mint kísérő program. Önök itt mit mutatnak be, ki a célközönség, és mit lehet erről tudni? Üdvözlöm a karcagi nézőket, Csidi Sándor vagyok, a karcagi ijászkörnek az elnöke, mint beblokkoztam. A kedves kilátogatóknak szeretnék egy kicsit kedveskedni az ijászattal, tehát a gyerekeknek, a felnőtteknek, bárkit, akit érdekel a hagyományőrző íjászat, azoknak szeretnénk egy kicsit kedveskedni ezzel, hogy visszatérnénk arra a régi szép időkre, mikor még a birkafőző ment karcagon. Miért fontos ez a féle hagyományőrzés önök szerint? Azért fontos, mert sokan már elfelejtették ezt a régi harci nomád életet, amiben az őseink éltek, és sokan keresnek bennünket, hogy újra elkezdjék ezt a hagyományőrzést. És ezt ápoljuk, ezt tiszteljük, ezt csináljuk továbbá több mint 10 éve. Ahogyan említette, egyre többen keresik meg önöket. Korosztály tekintetében mi mondható el? Korosztály tekintetében el lehet mondani, hogy az 5 évestől akár a 70-esig, itt a körület néző, hogy Imre bácsi is már közel van a 70-hez, vannak fiatalok, idősebbek, tehát mindenki megtalálja a magának kedvező korosztályt, akivel együtt tudja folytatni ezt a nagyon szép hagyományőrző sportot. Ahogyan említette, ez egy hagyományőrző sport, de itt nem csak a sport alapjaival ismerkednek meg az ide jelentkezők, hanem magával a viselettel, a ruházattal is. Mit lehet erről tudni? Hogyan vezetik be a jelentkezőket ebbe a világba? Ebbe a világba úgy vezetjük be, hogy először elmondjuk neki, hogy mivel szeretne indulni, tehát gyerekéja, felnőttéja, és akkor megnézzük, hogy mit tud bírni. Az egyesületek vannak használt íjai, tehát neki nem kell egyből költeni rá, avval elkezdi az egészet, és hogyha elték 3 hét vagy 4 hét, és úgy érzi, hogy ezt szeretnéd csinálni, akkor lehet utána beleinvestálni. És utána mi segítünk a továbbiakban, hogy azoktól a beszerzőktől vegyen meg a ruhát, a kaftánt, a csizmát, ami lényegesebben olcsó, mint hogyha elmenne, mit tudom, egy boltba is megvenni.